Ünnepi
Köszönöm szépen!
Vágyainknak ma határt nem szabhatunk.
Jó napot kívánok! Szörös Sándor vagyok. Szeptember 20-ban a Magyar Kiskola online tanulók. Szeretnék Budapestről ezúton is boldog karácsonyt kívánni az iskola és a református gyülekezet közösségére. Kérem, mutatják sok szeretettel műsorokat! Mi lenne, ha a karácsony a szeretetről szólna? Mi lenne, ha minden ember szívében egy apró gyertya volna? Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye más elérne? Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne? Mi lenne, ha így közösen őriznék a lángot? Szeretettel beragyognánk az egész világot? Az ajándék, a szeretet csak kedvesség lenne, ha karácsonykor a világunk újjá is születne. Mi lenne, ha karácsony sosem érne vége, ha szeretettel és békében lenne új éve? Mi lenne, ha megváltoznánk és emberibbé válnánk? Mi lenne, ha meg is csinálnánk, nem csak megpróbálnánk? Mi lenne, ha nem vennénk el, és megpróbálnánk adni, és mindenkit kiemberlélek el tudnánk fogadni? Mi lenne, ha megélhetnénk mind a boldogságot, és szeretettel tennénk jobbá az egész világot? A négy gyertya meséje. Az adventi koszorún négy gyertya égett. Tisztán lehetett hallani, amit beszélgetnek. Azt mondta az első. Én vagyok a béke, de az emberek nem tudnak vigyázni rátok. Azt hiszem, hamarosan kialszom. És néhány pillanatban múlva csak egy füstölgő kanuk emlékeztetett az égő gyerek, az égő lángja. Ekkor megszólalt a második. Én vagyok a hit, de az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem. A következő pillanatban egy enyhe kőfalat kiorkodta a lángot. Ekkor megszólalt a harmadik gyertya. Én vagyok a szeretet. Nincs erőm tovább égni. Az emberek nem látják, nem veszik észre, hogy milyen fontos vagyok számukra. Ekkor belépett egy gyermek a szobába, és mikor meglátta a három kiajt gyertyát, felkiáltott. De hiszen nektek, én nektek kellene mindörökje, és szomorúan csíva fakadt. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya. Ne félj, ameddig nekem lángom van, megnyújtjuk vele a többit. Én vagyok a remény. A gyermek szeme felnyagyogott. Megjagadta a még égő gyertyát, és ilyette keltette vele a többit. Jó reggel! Karácsony napja van! Nézzétek!
nekem kutya. Nekem babám. De nem az alaték számít, hanem hogy kivel van. Így van. Nézzék el, aki nagyon szomorú, kivel nem is megnézem. Boldog karácsony! Miért vagy ilyen szomorú? Talán nem kaptál ajándékot? Bizony kaptam én, de ezek csak tárgyak. Én lelket keresek, lelket vennék, de nincs már eladó, használható, hozzám való. Lelket vennék, mert minden más csak kellék. Eldobható, és nélküle többé nem lehetek jó. Gyere be, segítünk megtalálni. Hajam csendül a városban, és egy angyal arra ébred, hogy eltévedték lent a földön néhány pici lélek. Siet, hogy hozzon mertséget, örömet a népnek, hogy legyen itt a bármi fénynek és felségnek. Húha, itt az atya. Ha a karácsony hiányzik a szívedben, akkor a fa alatt sem találsz rá. Hát, ha de nem meghozja a kedvet. Ünnep a ünnep, szeretettel számítsa a
lehelkedett, amíg a csengők megcsengülnek. Thank you.